Bonyhádi Német Kórus koncertjével nyitották meg a könyvbemutatót, az előadással Hartmann Miklóst köszöntötték, aki a Széna illata című könyvét hozta el a Bonyhádi Városi Könyvtárba. Azért a Széna illata címet kapta, mert egyrészt a paraszti létforma, a földművesség kötődött ahhoz a hangulathoz, amit a széna illat jelent. Másrészt a széna, a fű volt az elsődleges energiaforrás abban az időben. Olcsón takarmányozni igavonó állatot, vagy állattartást folytatni, csak úgy lehetett, hogyha valaki lekaszálta nyáron a rétet, és télen is tudta etetni az állatait. Ez nagyon-nagyon fontos gazdasági tényező volt, és ez egy kicsit keretbe is foglalja a történetet. Egyszer egy család történet, valóban egy család hat generációjáról szól a történet, de még inkább egy kortörténeti regény. A regényt azért aláhúznám, mert a mesélős történetek közé tartozik. Úgy látom, hogy az idősebb korosztály ezt nagyon méltányolja, aki olyan, főleg romantikus irodalomhoz szokott, aminél a mesélős történetek a kedveltebbek. Ugyanakkor ez egy nagyon kemény időszakról szól, amíg feudális Magyarországra nagy számban érkeznek be a 18. században, több hullámban német telepesek, főleg a dél-német területekről. Az nem az várja itt őket, amire számítanak, azért ők egy másik fajta feudalizmusból jönnek. Valamennyien földművesek és iparosok. Én genealógiai kutatásokat végeztem előtte, és így a mi családunk került bele ugyan a történetbe, de ez bármelyik német, dél-német családról szólhatna ilyen alapon. Innen volt álltak rendelkezésre konkrét adatok. Ugyan nem dokumentumkötet, de nagyon sok valóságos személy jelenik meg benne. A könyv érdekessége az, véleményem szerint, hogy megmutatja, hogy ugyan nagyon sok család elmagyarosodott, az asszimiláció óhatatlanul, különösen a 20. század elejére sok családot elért. Részben azért, mert a fiatalabb generációk foglalkoztatása már inkább, egyre inkább az iparhoz kötődött, de ott, ahol a történet központja van Tata környékén, ott azért a környező sváb falvakban nagyon sok helyütt igen sikeresen megőrizték a hagyományaikat, a dalaikkal, táncaikkal, a német nyelvükkel, ami egy kicsit sajátos, provinciális sváb nyelvezetté formálódott. Ugyan a kötetben leírt történet Tata környékén játszódik, ebben az időszakban, vagyis a 18. századtól kezdve a Dél-Dunántúlon és így Bonyhádon is megtörtént a német nemzetiség betelepítése. A Dél-Dunántúl és talán a Bonyhától délre, kelet és délre eső területek még inkább szinte teljesen kiürültek a korábbi török idők alatt és a Rákóczi szabadságharc alatt. Nagyon sok rác, betörés és sok minden zilálta szét a lakosságot. Hatalmas üres területek voltak. Itt Tolnában, Baranyában, de így volt ez szinte végig a Duna mentén. Ezek a letelepítések szinte ugyanolyan módon történtek, ezek főleg a császári ház által szervezett telepítések voltak, de voltak egyéni telepítések is. Nagyon jellemző és érdekes történet, hogy a Merszi gróf által történt betelepítések, ezek ugyan hivatalból történtek, de a gróf gondoskodott arról, hogy főleg itt Kakasd és az attól keletre eső községekben neki is voltak birtokai, hát leválasztott a csoportokról viszonylag sikeres gazdálkodókat, földműveseket, és azokkal telepítette be a környéket. Ilyen értelemben jó helyen vagyunk. Ez a történet nagyon analóg a Tata környéki, tatai gesztesi uradalom betelepítésével. Hartmann Miklós Zalaegerszegen él és alkot. A most bemutatott könyv mellett irodalmi munkásságáról és terveiről is kérdeztük. Nem tartozom az irodalmi körökhöz abban az értelemben, hogy nem jelent meg számos kötetem, és nem járok a hónom alatt kézirattal a kiadókhoz. Most is készül egy új kötetem, hamarosan elkészül, viszont az első olyan kötet volt ez, amit kiadtunk.
közgazdász vagyok, Pécset tanultam, és annak idején nagy nosztalgiát éreztem a család sváb múltja iránt, és eljártam a Lénau házba, a Lőrincékhez rendezvényekre. Hát ez jó régen volt, a 90-es évek elején. És valahogy úgy akkor megragadott a német közösség múltja, története, és mindig halogattam, hogy valami könyvformába szedjem össze a család történetét, vagy a németek történetét. Aztán, ahogy belemerültem, láttam, hogy ennek nagyon részletes, dokumentált irodalma van. A márciusi könyvbemutatón a szerző a közönségnek is elmesélte azokat a családi történeteket, melyek a kötet megírásakor inspirálták.